Az önkormányzati választások előtti utolsó közgyűlését tartotta a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete. Ekkor erősítették meg a tagok a választásokon induló jelölteket is. A közgyűlés fogja megerősíteni a jelölteket, akiket tulajdonképpen tegnap már megpróbáltunk helyzetbe hozni azzal, hogy regisztráltattuk a szervezet valamennyi jelöltjét. Másfelől ugye indítunk természetesen a Lokálpatrióták Egyesülete is egy listát, a lista névsorát, illetve egyáltalán a listán felsorolt nevekkel összefüggésbe foglaltunk állást. A 170 fős egyesület az alapszabályának megfelelően nem jelöl önálló polgármester jelöltet, hanem tagjai a szakmaiságot képviselik. Ebben az egyesületben tulajdonképpen 11 kis műhelyecske dolgozik egy-egy szakterületet átfogva, és bizony ezek az emberek, akik ebbe a műhelyekbe dolgoznak, ezek valamilyen módon mindenki letette már a névjegyét a város életében, a városépítésében. Tehát ezek olyan szakemberek, akik akár minden témához hozzá tudnak szólni, és olyan értékes javaslatokkal bírnak, amit a testületi döntések előkészítése során fel lehet használni. A lokálpatrióták szerint jelenleg számos megoldandó kérdés van a városban, többek között az elvándorlás lassítása és a munkahelyek kérdése. Szeretnénk az embereknek a hangulatát, a közhangulatot megváltoztatni. Szeretnénk munkalehetőségeket teremteni, hogy itt tudjuk tartani a fiainkat, meg haza tudjuk hívni őket. Tehát az egyik ilyen legfontosabb feladat ez a kérdés. Ezzel összefüggésben fogalmaztuk meg az ipari park létrehozásának kérdését. Korábban már a polgármester úron keresztül kiajánlottuk külföldre néhány telephelyet, amelyet szeretnénk, hogyha vállalkozók, külföldi vállalkozók vennének igénybe. Bár a Lokálpatrióták Egyesülete nem indít önálló polgármester jelöltet, szeptember 9-én mégis rendez egy fórumot a polgármester jelöltek számára. Aki szeptember 30-áig helyzetbe tudja magát hozni, regisztráltatja magát, mindenkit meghívunk, aki polgármester jelölté vált. Ezen a fórumon mindenki elmondhatja majd ötleteit, javaslatait, elképzeléseit. Egy néhány konkrét kérdés mi is fel fogunk majd tenni, hogy egy-egy kérdésben hogyan próbálnának a város javára szolgálni. És hát nagyon reméljük, hogy helyzetbe hozzuk ezzel a város, döntéshelyzetbe. A bölcs polgármester jelölteket majd megválasztja a bölcs, még bölcsebb város. Saláta László hangsúlyozta, a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete alapszabályának megfelelően azt a polgármestert fogja támogatni munkája során, akit október 3-án megválasztanak a szavazók.